Hello. Szevasztok. Ismét munkára gerjedünk. Te szoktál munkára gerjedni? Azt is meg kell csinálni valakinek, de mindenek előtt én most ünneplek. Rózsi? A fater fölállt a dobogóra, nem tudom mióta. Az hagyján, ott ünnepelt a tömegnek is, de nem volt azt tömeg. Azt nem értettem én is, a szokás hatalma. Ez olyan volt, amikor egyszer a köröstoroki napokon vasárnap este Charlie följött a színpadra, elénekelt pár számot, aztán bemutatta a zenekart. A legjobb dobos, a legjobb zene. De nem volt senki. Rébekről nyomtott. Igen, igen. Hát én megnéztem, nekem ez volt ez a második futam volt, az első futam, amit az idén láttam, hát én egyelőre kivagyok, mint az akciós riba. Egyrészt szerintem Jerezben nagyon rég volt rendes futam utoljára, akár Superbike, akár MotoGP. Próbálok emlékezni, csak nem sikerül, hogy mikor volt az rendes futam utoljára. Hát igen, erre mondta az Iván, hogy Goldnak, hogy adja vissza a MotoGP előfizetését, arra, hogy ez pénzt nem ér, olyan unalmas voltam. Ráadásul ez megy, ez a marháskodás itt a maszkokkal, itt a... ahogy valaki szájra esik, föltápászkodik, már robogóval mennek, semmit nem kérdeznek, de egy maszkot rámutnak azonnal. Na mindegy. Hát lépünk is túl a víruson, mert ettől boldogabbak nem leszünk. És nincs közösség, tehát komolyan mondom, olyan, mint hogyha kimennél egy nyílt apra a Hungaroringen. Te volt egy napom. Az se egyszerű mostanság, de majd ez egy következő beszélgetés. Na hát figyelj, kérlek szépen, Csabi, szerinted ez itt mi? Tippelnék. Hát figyelj. Nem muskát le alosztottak. Nagyon gagyi virágföld, igen, elsőre. Igen, porzik. Peti, te mit mondasz? Én ezért faszénnek gondoltam, így először mondom, lehet grillezünk valami. Megkárunkodunk a műsorban, jó? Sziporkázik ma mindenki. Na kérlek szépen, figyeltek, ezt próbálnak te is, tehát ez nem olyan nehéz, ezt ilyet tudsz vele csinálni. Ezt gyanítom, hogy ez olyan, mint a sisakbeeső, hogyha van a soli sisakom is, ami már 10 éves, és már ugye jó pár éve nem használom, és egyszerűen megromlik a szekrénybe. Elkezd így a szivacs benne ilyen porlani. Igen, sajnos ilyen van, nekem is van csak lézerből. Hát az a helyzet, kérlek szépen, hogy ez egy protektor. Ez egy protektor, és hogyha mintát keresünk, akkor nem azt mondom, hogy pont ilyen volt, de hasonló anyagból volt. Ez az ilyen egész komfortos, kényelmes körben, kicsit ilyen gumis jellegű protektor volt. Ezelőtt 10, hát most már lassan 15-6 évvel. Azért, mert a háttérben ez a Rakéta Józsi Jackyből műtöttem ki, amit van. Ez különben egy nagyon jó hálós Jacky, még a Jacky még most is bírja magát, imádom, tényleg liberál lesz. Úgy néz ki, hogy a protektorok azok 10 évnél többet nem nagyon bírnak. Akinek mond még valamit, a Starboys. Igen. Nem is inkább a Las Vegas Extremes-esek voltak ilyen Joe-raki cuccok. Hát amerikai cucc, én azt szerintem, lehet, hogy már a Rakéta Józsi is leadta szerkut itt a legutóbbi válságkor. 2000-es évek eleje, igen. Hát igen, de szerintem ezt a 8-at nem érték ők túl. Ami nagyon nagy baj, mert nagyon jó cuccokat csináltak. Nekem két, van egy Jordan-es Jackie-m is, ami nagy aranyszín, nagyon jó. Na mindegy, tehát viszont ez nem jó benne, tehát ezek már elünták magukat. Hát lehet a szalatossága. Nem de? Lehetséges. Ez pedig egy másik jellegű protektor, ez azért tovább fogja bírni. Tehát az műanyagból van, belül ilyen szivacsos, ezzel nem lesz ilyen jellegű probléma. Meglepődtem egyszer egyébként egy tök olcsó kabátban is, már nem tudom melyikben ilyen protektorok voltak, és egyébként a Dainese kabátjaimban is ilyenek vannak, csak van benne logó. Illetve van egy másik, még ez is viszonylag jól bírja, ezek el szoktak itt törni, tehát ez is előregszik, de nem olyan gyorsan úgy néz ki, mint ezek a gumis jellegűek, tehát erre a gumis jellegűekre érdemes szerintem nagyon odafigyelni. Illetve, ha veszel valami használt cuccot, vagy régóta ott lóg már a gardróbba és leveszed és beleugrasz, akkor előtte azért nem árt lecsekkolni a protektorokat, akármiről is legyen szó, nem? Igen. Jó, ha sisak, ha ruha, a protektor az nem örök darab, úgyhogy erre figyelj oda. Ha elhasználodott, akkor viszont lehet venni újakat, szépen beledugdosod a zsebbe, és akkor lehet tovább menni. Ezbe viszont nem nagyon fog megterelni semmit, tehát ez megy a kukába. Fő a biztonság. Igen, figyeltek oda a protektorokra is. A legjobbakat.